Július 1-én változtak az ÁFA törvény számlaadat szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályai, mint arról akkor mi is beszámoltunk. ÁFA tartalomtól függetlenül minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni elektronikusan a NAV-nak, amelyet egy adóalany egy másik belföldi adóalany részére állít ki, még akkor is, ha utóbbi nem online történt. A korábbi 100 000 forintos értékhatár tehát megszűnt, noha a szabályok már több mint két hónapja élnek, az adóhivatal meghatározott feltételek fennállásakor nem szab ki mulasztási bírságot szeptember végéig. Szankciómentes időszakot azok az adózók élveznek, akik még nem jelentkeztek be esetlegesen számlaadatszolgáltatási kötelezettségre, vagy nem megfelelően teljesítették ezt, illetve elmaradtak, bizonyos hiányosságokat követtek el. Ez a türelmi időszak, hogyha lejár, akkor innentől kezdve nincs lehetősége az adózóknak kérelemmel esetlegesen pótolni ezt, hanem szankció várható. Számlaadatszolgáltatási kötelezettségeiket legegyszerűbben úgy teljesíthetik az adózók, hogyha bejelentkeznek az adatszolgáltatásra, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapjáról, akár le is tölthető egy számlázó program, amelynek a segítségével a számla kiállítását követően néhány gombnyomással automatikusan megtehető az adatszolgáltatás. Az átmeneti időszak lehetőséget ad a számlázó programok elmaradt fejlesztésének befejezésére, és a kiterjesztett számlaadatszolgáltatási kötelezettség mielőbbi teljesítésére. A közelmúltban közben ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, miszerint adathalászok kíséreltek megszerezni személyes adatokat. Mivel a NAV túlnyomóan elektronikus módon kommunikál ügyfeleivel, a csalók is ezt a felületet használják arra, hogy bizalmas információkhoz jussanak a hivatal nevében. Általában adó visszatérítés lehetőségével kecsegtetik az adózókat, vagy e-mailben, vagy pedig SMS-ekben. Az is előfordult már, hogy telefonon hívják fel az ügyfeleket. Nagyon gyakran ugye az ügyfélkódokat kérik meg, illetve az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat kérik el, vagy pedig a bankkártya adatokat szeretnék megszerezni, azzal, hogy ezeknek az adatoknak a meglétével fogják megtenni az utalásokat. Nagyon fontos, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal soha semmilyen körülmények között nem kér az ügyfelek bankkártya adatait. A túlfizetésről hivatalos levélben vagy ügyfélkapun keresztül értesítik az ügyfeleket. Az adózók egyébként gyakran maguk jelzik a NAV-nak, hogy csalás áldozatai lettek. A hivatal mindenkitől azt kéri, aki SMS-ben vagy e-mailben gyanús értesítést kap, telefonáljon az ügyfélszolgálatnak és semmiképpen se adjon meg személyes adatokat.